Üdvözlök mindenkit, minden magyar testvérem. Köszönöm, hogy eljöttetek. A nevem Sipos Zoltán, egyesek talán blogadmin néven ismernek. Nem én voltam a Markó utcában, én egy szabadságharcosunk levelét hoztam el, az ünneve Polgár Tamás Tomket. Kedves Kossuth téri tüntetők és mindenki más, aki e napokban a magyar zászlót az égre emeli. A politikai foglyok közül az első közül szabadulva bár, de még házi őrizetből szólok hozzátok. Nem lehetek ott veletek, mert a percekben is 8 rendőr figyeli otthonomat éjjel-nappal, és a küszöböt sem szabad átlépnem. De innen már szólhatok hozzátok, hogy megtudjátok néhány dolgot, amit megpróbálnak előletek eltitkolni. A szeptember 19-22-i események kapcsán elfogott és letartóztatott személyek nevében az alábbiakat közlöm a sajtó nyilvánosságával és a Kossuth téri tüntetőkkel. A rendőrség legalább 200 embert állított elő, a pontos számot nem ismerem. Valamennyiüket így engem is előzetes letartóztatásba helyezték. Tették ezt gyakran olyan nevetségesen csekély kihágásokért, mint például a Gyurcsány kormánya a Kossuth téren felállított jelképes koporsójának levizelése. A 30 napos előzetes letartóztatást elrendelő határozaton ez mint államellenes szervezkedés kerül definiálásra. Vagy az MTV székház egy ablakának megdobása kővel, ami be sem tört. De már a média sem tudja hatékonyan letagadni azt, hogy olyan embereket is elvittek, bezártak, akiknek semmi közük sem volt a zavargásokhoz, csak épp arra jártak. Esetleg megmerészelték szólítani azokat, akiket egyesek a rendőreiként emlegetnek. Nagyon sok fogvatartott esetében mondva csinált vádakat hoztak fel. Itt például találkoztam egy váci illetőségű fiúval, akit azzal vádoltak, hogy motorral nekihajtott a rendőrök sorfalának. Holott elmondása szerint már órákkal az események után motorozott két társával a nagykörúton, amikor egy utcába befordulva rájuk ordítottak, hogy arra nem mehetnek. Megálltak, de erre a rendőrök motorostul felrúgták két társát és ütlegelni kezdték. A fiú pánikba esett és elhajtott, de másnap otthonában letartóztatták, összeverték, és most hivatalos személy elleni erőszak vádjával 2-től 8 évig tartó börtönbüntetéssel fenyegetik. Akad itt olyan is, akit szintén járókelőként érkezett a Podmanicki utca kereszteződéséhez, és az ott álló rendőröket megkérdezte, merre haladhat át. Majd mindjárt megmutatom, hangzott a válasz, és már is a földre teperték. Gumibottal összeverték, aztán elmondása szerint belökték egy rendőrautóba, befújtak az utastérbe egy egész kanna könyvgázt, és rázárták az ajtót. Számos ilyen, és ehhez hasonló esetről számoltak be fogolytársaim. Alig találkoztam olyannal, akinek bírósági végzésén egyértelműen szerepel, milyen bizonyíték. E szavak egy különös élvezettel kegyetlenkedő cigány származású fegyőrtől származnak, tetszés szerinti bántalmazására, megalázására. A sebesültek sokszor nem kaptak orvosi ellátást, de azt is tudjuk például, hogy az... Na, még lenne egy oldal, de szóltak nekem, hogy nem fontos annyira a szabadságharcosaink levele. Azt ne fejezzem be, amit Tomket átért, az nem fontos. A blogján, a blog.tomketpolo.hu-n elolvashatjátok azt is, hogy miért küldenek le engem a színpadról, amikor még lenne egy fél oldal. Olvassátok el az interneten, hogy mit akarnak elhallgatni. Köszönöm! Nem arról van szó, hogy elhallgatni. Nagyon szépen megkérlek, hogy az előadást követően gyere vissza és fejezd be. De kérem szépen, több mint egy órája... Folytasd! Nem fair, hogy egy szabadságharcos, akit összevernek, az nem szólhat a tömeghez, mert valami előadás következik. Tomket most otthon ül, a sebeit próbálja nyalogatni, próbálja rendbe tenni az életét és a boltját. Csak ennyit, két oldalt írt. Ennyit írt. Nem többet. Folytasd! Köszönöm akkor a lehetőséget, és köszönöm a türelmüket, hogy miattam most 10 perccel később kezdődik majd valami előadás. Szörnyen érzem magam. No, tehát ott tartottunk, hogy de azt is tudjuk például, hogy a Szabadság térről előállította a tüntetők oldalán fellépő rendőrtisztnek
A börtönben saját kollégái eltörték az állkapcsát. Ezt magának Gyurcsány Ferencnek is jelentették. Tud róla. Az előzetes letartóztatások így tömeges elrendelése minden bizonnyal felsőbb utasításra történt. Nyilván a demokrácia alapelveit lábbal tiporva létrehozott... Az előzetes letartóztatások így tömeges elrendelése minden bizonnyal felsőbb utasításra történt. Nyilván a demokrácia alapelveit lábbal tipolva létrehozott új igazságügyi és rendvédelmi minisztérium parancsára. Mi sem bizonyítja ezt ékesebben, mint hogy az egyik fogvatartottnak tévedésből a tárgyalása előtt osztották ki az előzetes letartóztatásba helyezését elrendelő végzést. Már csak fél oldal sietek. A Gyurcsány kormány intézkedései a Rákosi korszak legsötétebb napjait idézik. Egyértelmű céljuk, hogy a karhatalmi túlkapásokkal, melyeket az ügyben érintett valamennyi védőügyvéd jogi nonsensnek tekint, a cél a nemzeti gondolkodású fiatalok megfélemlítése, az egyre népszerűbb radikális nemzeti kultúra visszaszorítása, egyszer s mind a rendőrség erejének demonstrálása. Nem kétséges, hogy vannak a letartóztatottak között olyanok, akik valóban köztörvényes bűncselekményeket követtek el. Ám azt még senki nem kérdezte meg, ki volt az, aki ezt a helyzetet előidézte. Ki volt az, aki az MTV székházában utasítást adott a Kossuth téri tüntetők békésen érkező követeinek foglyulejtésére, és utána a rendőrség miért nem a mellesleg izraeli szék tulajdonú Inká Security e súlyosan törvénysértő intézkedésének felszámolásával foglalkozott, miért a célzott letartóztatásokkal igyekezett elejét venni, hogy a tüntetés önmagát békés mederbe terelje és ne történjék felesleges erőszakrombolás. Amíg nem ismertetik velünk az ellenünk felhozott gyanúsítások alapját és a kirívóan drasztikus intézkedések okát, politikai fogolynak tekintjük magunkat. Követeljük az alaptalanul szabadságuktól, emberi méltóságuktól megfosztott tüntetők azonnali szabadon bocsátását, és számukra hasonlóan a taxis blokád egykori résztvevőihez az alkotmányba foglalva biztosítani a büntetlenséget. És követeljük, hogy azok, akik brutalitásukkal meggyalázták a rend őreinek egyenruháját, azonnal részesüljenek példás büntetésben, mert nekik nem az a feladatuk, hogy huligánként tomboljanak, akárkik is azok, akik ellen felvonulnak. A hétvége során weboldalamon a blog.tomcatpolo.hu-n folytatásokban közlöm a fegyházban írt naplómat a nagyközönség előre rejtett eseményekről. Hétfőn este ismét mindenkit várunk a Kossuth térre, hogy folytathassuk, amit elkezdtünk. A hatalom fél, és az annak a jele, hogy jó úton járunk. Üdvözlettel, Tomcat! Köszönöm a türelmet! Elnézést.